A hagyományokhoz hűen az Uriwi áttörés 81. évfordulóján a Donkanyar emlékkápolnánál az ismeretlen katona sírjánál emlékeztek meg a II. Magyar Hadsereg hőseire, arra mintegy 130 ezer katonára, akik a harcok során, illetve a visszavonuláskor hősi halált haltak. Pénteken este Fejérvár megye Székesfehérvár a Magyar Honvédség, a történelmi egyházak, a civil szervezetek és a Dont megjárt katonák családtagjai rótták le kegyeletüket a Mészekhegyen. A megemlékezésen Berdó Gábor Károly, a Doni Kegyeleti és Bajtársi Szövetség elnökének köszöntője után Bobori Zoltán, a szövetség tiszteletbeli elnöke egy megindító jelképes levélben megfogalmazott gondolatsorral tekintett vissza a maradottak megélt fájdalmára. Tisztelt hadnagy úr, kedves Harmad Imre! Szíves elnézését kérem, hogy levelemmel zavarom. Írnám azt, hogy ismeretlenül, de ez nem felel meg teljes mértékben a valóságnak. Már találkoztunk. Nem tudom, hogy emlékezhet-e rám, én azt a találkozót soha nem fogom elfelejteni. Tanárki Gábor a Fejérvár megyei kormányhivatal főispánja Vas Albert a Bújdosó imája című verséből vett idézettel kezdte megemlékezését, majd visszatekintett nemzeti sorstragédiánk történéseire és arra az időszakra, amikor a Donnál történt eseményekről hallgatni kellett, és az onnan hozza a hazatérteket és az ott elesettek emlékét megvetés és hallgatása veszte. Az elmúlt 3 évtizedben nem egyszer ezen a helyszínen tanúbizonságát tehettük annak, hogy őrizzük a hősök emlékét, mely valamennyiünk szent kötelessége. Hiszen a magyar katonának az elmúlt egy évezredben, a hosszú évszázadok során mindig az a feladat jutott, hogy nem csak Magyarország, de Európa határait is őrizni kell. És ez az örökség a mai napig él. A katolikus református evangélikus egyház képviselői, a Magyar Honvédség tábori lelkészi szolgálat protestáns tábori esperese, illetve a zsidó hitközség kántora a magyar társadalom emlékezetében mély nyomokat hagyó veszteségekről, a doni hősök helytállásáról és hazájukért, nemzetükért tett áldozatvállalásáról szóltak. Azokra emlékezünk, akik az életük árán is védték itthon maradt családjaikat, családtagjaikat, védték a nemzetet és az országot. A hősökre emlékszünk, akik tudták nagyon jól, hogy hősi erőfeszítésük reménytelennek látszik. Esélyük sincs arra, hogy diadalt arassanak, de helytálltak, mert katonák voltak, és mert ez volt a parancs. A megemlékezés zárásaként a tisztelet és az emlékezés koszorúját közösen helyezte el Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi miniszterhelyettes, Spány Antal megyés püspök, Tanárki Gábor főispán és Róth Péter Székesfehérvár alpolgármestere. Koszorút helyeztek el továbbá a Magyar Honvédség parancsnoksága és a Székesfehérváron állomásozó katonai szervezetek, a Történelmi Vitézi Rend, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség, a Katonai Emlékpark Pákozd, illetve a Honvédség és Társadalom Baráti Kör képviseletében.